Megkértem az újságírókat, hogy jöjjenek és bemutassuk azt az épületet, amelyet az önkormányzatnak a tulajdonát képezi, és amelyet a mai városi tanács határozattal láthattunk használatra, illetve gazdálkodásra a stadion közvallat számára. Úgy gondolom az a lényeg, hogy a közvélemény szabadka polgár és önök is meggyőződjenek arról, hogy milyen állapotban vettük át ezt az objektumot. Ez a városnak a kötelezettsége lesz, és a közvallatnak a kötelezettsége lesz az elkövetkező időszakban, hogy ezt az objektumot tegye rendbe, hozzuk helyre, igazából valamilyen formában olyan állapotba hozzuk, hogy ez egy reprezentatív objektum legyen, hiszen ez egy lehetőség a város számára. Kevés ilyen lőtér van a környékén, az egész ország területén kevés van, egyáltalán 300 méteres lőtér talán nem is nagyon van, és azt gondolom, hogy ez egy lehetőség a közvallat számára és az önkormányzat számára is, hogy jövedelmet valósítson meg a lőtér kiadásával, illetve használatával. Másodban pedig természetesen a város a sportegyesületeknek, amelyek ezzel foglalkoznak, azoknak pedig ingyen fogja rendelkezésére bocsájtani, hogy a sportfoglalkozásokat itt tovább folytassák. Biztos, hogy a város számára nem lesz kis kiadás az, hogy ezt rendbe tegye, de azt gondoljuk, hogy a város vagyonával, nyugazdag módjával kell bánni, és nem hagyhassuk itten újra ebek harmadjára ezt az épületet, ami egyértelmű az, hogy az utóbbi több évtizedben semmi nem lett vele foglalkozva, és senki nem is foglalkozott vele, és nem nyugazdag módjára bántak vele. Ki kell használni ezt a lehetőséget, másosra pedig kötelezettségünk az, hogy a vagyonunkról gondoskodjunk. Hát akkor lehet, miután megcsináljuk a tervdokumentát, szerintem először fel kell mérni, hogy mi mindent kell itt, tehát építészmérnökökkel fel kell mérni, mi mindent kellene itt megcsinálni, és miután a tervdokumentációk elkészültek, azután fogjuk megmondani, hogy tudni, hogy mekkora beruházás szükséges, és akkor után tudjuk tervezni a költségvetésbe a pénzeket. Tehát a költségvetésbe a pénzeket nem tudjuk úgy tervezni, hogy hasra csapva, hanem meg kell legyenek a konkrét tervdokumentációk. De azt gondolom, hogy a tervdokumentációknak a pénzelését azt megoldjuk, ha más nem költségvetési tartalékokból, és azután pedig tudni fogjuk már őszre, hogy milyen beruházásokra van szükség. De azt gondolom, hogy a stadion ilyen alapvető dolgokat, amit például kifesteni, átfesteni dolgokat, azokat a saját forrásokban meg fogják oldani, egy kicsit másképp nézzen ezt ki, mert lássák, hogy milyen lepukott állapotban az egész épület. Meg lehetne ezt saját forrásokból is sokkal szebbé lehetne tenni ezt az épületet, azután pedig a komolyabb felújítási munkálatokra pedig tervdokumentáció fog elkészülni, és költségvetési pénzeket fogunk kiválasztani. Tehát én ugyanúgy még hozzáadnám, amit a polgármester mondott, hogy az összes sportklub, meg a polgárok, aki szeretnének lőni, és eddig lőttek a lőtéren, hogy ezen túl a JKP, vagyis a közvállalati stadion közvállalatba jelentkezzenek, hogy terminusokat megbeszéljen. Ugyanúgy megkérném őket, hogy kis türelmük legyen, hogy kicsit rendbe hozzuk az egész lőteret. Nekünk is most ugye kicsit be kell szervezkednünk, mert ezt is egy kicsit ilyen gyorsan kaptuk az egészet, de ezután minden helyreáll, és akkor kezdjük továbbra is folytatni a tevékenység, ami volt. Nem bezárjuk, hanem mondjuk rá úgy inkább, hogy nem fogjuk olyan annyira működtetni, mint eddig, tehát itten festeni kell, tisztítani, füvet rendesen elkaszálni, tehát egy kicsit rendbehozni a tetőt, amennyire lehet, hogy éppen ne folyjon a vízbe. Még ezt a részt itt meg kellene csinálni, legalább megtisztítani, bemesszelni, tehát valahogy, hogy jobban nézzünk ki ez az egész ennyi. Két-három hétről van. Úgy tűnik, hogy a lövészárok is elég rossz állapotban van. Nagyon rossz állapotban, sajnosan azt először alapot kell csinálni majd ottan. Én beszéltem a rendőrséggel, ők is majd segítenek valamennyire, tehát így mondjam, hogy azok az emberek, hogy börtönben vannak, tehát a segítségük, az ő segítségüket ajánlottak föl, és akkor majd valószínűleg őket kapjuk és felhasználjuk, ugye, hogy képítsünk itt egy új árkot. Mert ez nagyon fontos, ez a legközelebbik, és itt állnak a céltáblák végül is, amit lehet lőni.